akkor bemutassam először az európai példákat. Hat EU tagország kísérletezik az áttekintésével, és ezt követően áttérjek a magyar kiemelt események javasolt listájára, amelyeket majd egyesével a magyarországi kritériumoknak való megfelelőség alapján fogok bemutatni önöknek. Ez a térkép jól mutatja, hogy mely EU tagországokban van jelen pillanatban hatályban ilyen kiemelt eseményekről szóló lista. Időnként mutatja, időnként nem mutatja. A három legnagyobb listával rendelkező országot hol lehet látni, hol nem lehet látni, ezek Belgium, Franciaország és az Egyesült Királyság. A 19 és 21 darab esemény szerepel a leghosszabb listákon. Ha megnézzük a következő táblázatot, az Ausztria, Finnország és Franciaország példáját mutatja be. Ausztria azért került be ebbe a bemutatóba, mert a nyugati szomszédunk sok hasonló történelmi múltunkban sok hasonló esemény található. Finnország a legészakibb ország, aki a listán szerepel egészen sajátos sportélettel. Franciaországnak szintén sajátos és nagyon sokszínű a sportélete és a kulturális élete is. És ezt a három országot ezért fogom bemutatni. Ausztriában viszonylag rövid a lista, de szerepel rajta külön kiemelve zöldel két kulturális esemény is, összesen két európai tagországban szerepelnek kulturális események. Ausztria az egyik, két nagyon nagy múltú olyan esemény, amelyre úgy gondolták, hogy a társadalom széles köréhez el kell, hogy jusson a közvetítési. És egyébként pedig azt lehet látni, hogy a labdarúgó válogatottnak a részvétele, illetve a labdarúgó VB és EB kiemelt eseményei mellett a sí, alpesi sívilágbajnokságnak az eseményei szerepelnek. Finnországra nézve ugyanezt lehet látni, hogy az olimpia természetesen minden egyes európai tagországban az első helyen áll a listán, az olimpiának a teljes körű közvetítése. De emellett mondjuk Finnországban a jégkorong és szintén az alpesi síban, amit a finneknél nagyon nagy hagyománya rendelkező atlétikai események szerepelnek a listán. A franciáknál nagyon-nagyon sokszínű a sport éle, és olyan sajátos eseményeik vannak, mint a Roland Garros, a különféle kerékpáros körversenyek, ezek mind szerepelnek, mind sajátos francia események az általuk kiemelt listán, és hogyha Franciaországban ugye nem csak a futball, de mondjuk a kézilabda és a kosárlabda is egy siker csapatsportágnak tekinthető, és ezen események is, legalábbis az a részük, ahol a francia válogatott szerepel, ugyanígy felkerülnek a listán. A következő három ország, az elvileg Németország, Olaszország és az Egyesült Királyság lesz. Olaszország a másik olyan európai ország, ahol szerepel kulturális eseményünk a listán. Németország, bár hasonlóan sokszínű és gazdag a sport élete, mint akár a franciáki, akár az Egyesült Királyság megé. Ennek ellenére mégis egy meglehetősen szűk listát sikerült közéteni. A szűk listán az olimpia, a futball és a legszűke futball eseményeknek a nemzeti érdekeltségű mérkőzései szerepelnek. Olaszországban szintén a foci játszik fő szerepet a listán, valamint az olasz kerékpáros körverseny, és az Egyesült Királyságban pedig olyan szintén csak rájuk jellemző események az olimpia és a foci kívül, mint a derbi, a Roland Garros, nem a Roland Garros, hanem a Wimbledon, a rögbi világbajnokság vagy a cricket bajnokságnak az eseményei szerepelnek. Ami ugye általánosságban elmondható az európai példák alapján, hogy a futball mindenhol kiemelt szerepet kap. A nemzeti válogatottnak a mérkőzései mindenhol kiemelt szerepet kapnak, de sehol nem közvetítik teljes egészében az ilyen nagy monster futball eseményeket, hanem elsősorban a nyitó mérkőzést, negyed döntőket, elődöntőket, döntőket és a nemzeti válogatottnak az eseményei. Valamint mindenhol a helyi sajátosságnak megfelelően kerültek be a listába az egyes sportesemények. És ezek után, hogyha áttérünk a magyar szabályozásra, a következő lista, itt először majd megnézzük a következő táblázatot.
A táblázatnak a bal oldalán kék alapon lehet látni a 4 fő európai kritériumot, a zöld alapon jobb oldalon pedig azt a 3 magyar kritériumot, amelyet nekünk figyelembe kellett vennünk a lista kialakításakor, és a későbbiek során ezt az M1, M2, M3 néven jelzett kritérium rendszert és az ennek való megfelelést fogjuk bemutatni a minden egyes esemény. Az egyes számú magyar kritérium az arról szól, hogy valóban a társadalom széles köre számára jelentőséggel bírjon ez az esemény. Tehát ne csak és kizárólag mondjuk a sportrajongóknak, vagy az egyes kulturális események iránt érdeklődőknek, hanem olyanoknak is, akik úgy általában véve leülnek a televízió elé, és egy-egy nagyobb jelentőségű eseményt megnéznek, mint ahogy például megnézték a moldáv-magyar selejtezőt is. A kettes számú esemény az azt hangsúlyozza ki, hogy a közvetített események világ vagy európai szintűnek, illetve is vagy magyar érdekeltségű eseménynek kell lennie. A harmadik kritérium pedig az M3-as kritérium az egy ettől eltérő rendszerben arra helyezi a hangsúlyt, hogy az adott eseménynek a közvetítése az milyen az európai kitekintés alapján, tehát az többi európai országban van-e arra például, hogy általánosan mindenhol ingyenesen közvetítsék ezt az eseményt a nézők felé, vagy sem. És ha tovább megyünk, akkor láthatjuk majd az egyes eseményeknek a megfelelését. Az első esemény az olimpia lesz, amelyet elmondtam is, hogy minden egyes európai ország kiemelt helyen kezelt, és ez a magyar listán is. Van. Először még nézzük gyorsan meg az eseményeknek a listáját, ez egy 14-es lista, és azt lehet látni, hogy az olimpia mellett a foci játsz a legnagyobb szerepet, 3 darab eseménye, a további csapatsportág, a kézilabda, vízilabda, kosárlabda, két-két javaslattal, a jégkorong, kajakkenu pedig úszó sportesemények egy-egy összevont javaslata. Természetesen ezen belül sok részesemény is van, de egy-egy átfogó javaslat van, és megalul pedig a formai magyar nagydíj a futamának a közvetítése szerepel. Az olimpiáról azt hiszem, azt nem kell mondani, hogy a társadalom széles köre számára ez egy nagy érdeklődés erdő esemény. Nem is biztos, hogy minden egyes közvetítés, de úgy általában véve elmondható, hogy akár a magyar részvételtől függetlenül a nyitó eseményt, a záró eseményt, nagyon nagy nézettségörezés, olyan sportágakról szóló közvetítéseket is megnéznek a nézők, amelyek egyébként nem kötnék le őket, eszükbe sem jutna mondjuk egy magyarországi helyszíni eseményre kimenni, mégis az olimpia közvetítése során odaülnek és megnézik ezeket az eseményeket. Tehát az egyes számú kritériumnak megfelel, a kettes számú kritérium az egyértelmű, a legnagyobb világszintű sporteseményről van szó, és a hármas számú kritérium is, ha visszagondolunk az európai példákra, szintén egyértelmű, minden egyes országban az ingyenesen közvetített sportesemények közé tartozik. A következő slide az a futball válogatott a javaslatait mutatja be, és a kritériumoknak való megfelelését. A magyar sportéletre és a magyar közönségre az jellemző, hogy a futballt általánosságban mindenki nagyon-nagyon szereti. Sokan azt is mondják, hogy Magyarország a 10 millió szövetségi kapitány és 10 millió futball szakértő országa. Tehát ilyen szempontból nekünk erre nagyon nagy hangsúlyt kellett fektetnünk. Ezért szemben más tagországokkal nem csak a nyitó mérkőzést, negyeddöntőket, elődöntőket, hanem az összes mérkőzést javasoljuk a listába felvenni. Ez megfelel az egyes, a kettes és a hármas kritériumnak is, hiszen világszintű eseményről van szó, és legalábbis részben, de az összes többi listán szerepel ezeknek az eseményeknek a közvetítése. A férfi nemzeti válogatott szerepeltetése az még egyértelműbb, hiszen a legutóbbi Moldávia és Svédország elleni közvetítések is bizonyították, hogy több mint 2 milliós nézettség az nem csak a sportrajongóknak, hanem általában véve a társadalom széles körének az érdeklődését mutatja. A nemzeti válogatottnak ezek a mérkőzései, ezek magyar érdekeltségűek, illetve az ellenfél jelentőségétől függően világ vagy európai
érdekeltséget is felmutathatnak. És az ilyen, a nemzeti válogatottak futballmérkőzései minden egyes európai tagállamban közvetítik. A következő szlájd a futball klubcsapatokkal kapcsolatos eseményről szól. Itt ugye a javaslat az, hogy az UEFA Bajnokok Ligája döntőjét, valamint a Bajnokok Ligája Európa Liga mérkőzés sorozatoknak azon eseményeit vegyük fel a listába, amelyeknek a résztvevői között magyar csapat található. Itt valóban megint csak el lehet menni, hogy a döntőnek a nézettsége az egy kiemelkedő nézettséggel bírt. Olyanok, saját családomból is tudom, hogy olyanok is leülnek, akik egyébként arra szoktak otthon rábírni, hogy még véletlenül se kapcsolja a futball közvetítésre. Az események maguk azok világszintűek, illetve jelen helyzetben inkább európai szintű eseményekről van szó, bár egy Bajnokok Ligája döntőt azért nem csak Európában szoktak megnézni, valóban a világ legjobb csapatai szokták ezeket a döntőket játszani. Azt hiszem, hogy mennyire hagyomány a többi országban, itt erre nem lehetett azt mondani, hogy minden egyes tagországban valóban ezek az események szerepelnek a kiemelt lista eseményei között, tehát az első két kritériumot vettük alapul a döntés meghozatalában. A kézilabda javasolt eseménye a férfi és női kézi világ és Európa bajnokságnak a nemzeti válogatott mérkőzésének a közvetítése. Itt ismételten elmondható, hogy a magyar válogatottnak a szereplését mindig nagy érdeklődés követi. Függetlenül attól, hogy most éppen a női válogatott az egy picit gyengélkedik, és Hollandiában nem lesz jelen, ettől függetlenül a selejtezőknek a nézettsége is egy nagyobb érdeklődést tudott produkálni. A kettes számú kritérium, hogy mennyire Európa vagy világszintű esemény, ez szintén egy Európa-bajnokságról, világbajnokságról van szó, tehát szintén megfelel a kritériumnak. A hármas számú viszont, hogy mely országokban közvetítik, ugye említettem, hogy Franciaországban a kézilabda szerepel a listán, de például Olaszországban nem szerepel, a Finnországban nem szerepel, tehát ezt megint csak az első két kritériumot tekintettük teljesíteni. A klubcsapatok nemzetközi szereplésére pedig itt az EHF Bajnokok Ligája, Kupa Győztesek Európa Kupája, hát illetve 2012-től ugye a Kupa Győztesek Európa Kupája és az EHF Kupa az egy esemény lesz majd, tehát akkor ezt figyelembe véve került fel a listára, és ha megnézik a kritériumokat, akkor ugyanazt lehet látni, mint a válogatott eseménynél, hogy valóban nemzetközi szintű, európai szintű esemény magyar részvétellel, amely éppen a magyar részvétel miatt a társadalom széles körénre igaz. Ugyanakkor megint csak a francia példánál maradva vannak európai példák pro és kontra, tehát a harmadik kritériumot nem vettük figyelembe ennél a döntésnél. Vízilabda az a sikersportág az utóbbi évtizedekben Magyarországon, ami részben akár a futballnak a szerepét is pótolja. A vízilabdázók nem egyszerűen sportolók, hanem sokan közülük olyan ikonok, akiknek a híreit, az akikről szóló híreket úgy általában véve a sportrajongókon kívül is többen figyelemmel kísérik, talán nem is véletlen, hogy reklámokban is ezért szerepelnek ezek a sportolók. Az ezzel kapcsolatos események, éppen az ő szereplésük és a magyar válogatott szereplése miatt a társadalom széles körében igényt tartanak figyelemre. Ugyanígy európai és világszintű esemény, ezt nem kell magyarázni, és a harmadik kritérium pedig a korábbi kézilabda példájánál maradva pro és kontra voltak érvek, az első két kritérium az, ami döntő. Tovább menve a kosárlabdára, a kosárlabdának a jelen egy picit kevésbé sikeres, mint a múltja, ugyanakkor visszatekintünk 1955-ben éppen a Népstadionban, szabadtéren Európa-bajnoki címet szerzett a magyar kosárlabda csapat, vagy amikor Dávid Kornél
játszott és az NBA-be került, akkor megint csak egy kiemelt érdeklődés övezte ezt a sportágat, akár az ő személyén keresztül is. Tehát megint csak fel tudjuk mutatni azt a kritériumot, hogy a társadalom széles körét érdekli ez az esemény. És ide még azt is hozzá kell tenni, hogy a kosárlabda az egy olyan szinten divat sportág, hogy nem egyszerűen a hagyományos sportágat szereti, hanem az amatőr kosárlabdázás nagyon sokféle streetball gyerekkel, nagyon stankosárlabdával, nagyon sokféle eseménnyel van jelen, ami a fiatalok sportéletbe való bevonódását is elősegíti, kiemelt társadalmi jelentősége van ennek a sportnak. Az 1-es-2-es kritérium az ilyen szempontból mindenképpen indokolt, a 3-asnál megint billegett a léc, ismét a francia példánál maradva pro és kontra. Nem tudtunk egyértelmű mögé tenni egy igent, ezért inkább az első két kritérium alapján döntöttünk mellette. Tovább megyünk. A jégkorong az elmúlt években egy feltörekvő magyar sportág, az infrastruktúrális háttere ugyan még kicsit döcögős, de a nézettsége viszont kiemelkedő. Helyszínen is nagyon-nagyon sokan látták az Olaszország elleni mérkőzést, a közvetítést is nagyon sokan követték, és a nézettségből azt lehetett levonni, hogy nem egyszerűen a jégkorong iránt érdeklődő fiatal férfiak azok, akik leültek a helyszínre és megnézték, hanem igenis jegyet vettek a fiatalabb korosztályba tartozó hölgyek, az egészen fiatal korosztályba tartozó gyerekek, és ez is indokolja a társadalomnak a szélesebb érdeklődését. Ami a 2-es kritériumot ugye nem kell magyarázni, ez az esemény világszintű esemény, és a 3-as kritérium viszont hát, jégkorongra szerepel az északi listán, a finneknél szerepel például, de mondjuk Németországban nem. A kajakkenu sport, azt úgy is nevezhetjük, hogy a magyar csapatnak a hivatalos szállítója, legalábbis az érmek tekintetében, hogyha ezt nézik az elmúlt évtizedben, minden egyes eseményről számtalan érmet hoztak, ugyanúgy, ahogy korábban a más sportágak kiemelkedő alakjai, kajakkenu sport kiemelkedő alakjai is. Szintén ikonokként, sportikonokként vannak jelen a magyar közéletben, társadalom széles köre igenis érdeklődik irántuk. Az esemény pedig, ami bekerült a listába, az európai és világszintű esemény. Az úszás pedig egy az egyben a kajakkenunak a megítélését osztja. Ugyanúgy a magyar úszósport az elmúlt évtizedekben olyan kiemelkedő alakokat tudott felmutatni, Danyi Tamás, Egerszegény Krisztina, Kovács Ági és a többiek, akik a jelenleg Gyurta Dani, akik valóban sokak számára fontosak, a megjelenésük, a velük kapcsolatos híreknek, információknak és sporteseményeknek a bemutatása. Tehát az 1-es számú kritérium az teljesül, a 2-es számú kritérium az teljesül az események jelenlévő adódóban, és ezt a kettőt vettük alapul. A legutolsó esemény pedig a Forma 1-es Magyar Nagydíj. A Forma 1-es Magyar Nagydíj ez egy olyan sportesemény. A Forma 1 sorozatot általában véve nézik a technikai sportrajongók, a Rallyt általában nézik a technikai sportoknak a szerelmesei. Forma 1 Magyar Nagydíjat ennél azért jóval többen nézik. A helyszínen a több százezeres közönség magyar nézőinek összetétele, a családostól kimenő nézők egyértelműen azt mutatják, hogy a magyar társadalom a Magyar Nagydíjra kíváncsi. Hogy mennyire világszintű ez az esemény, vagy magyar részvétel, hát magyar részvétel Baumgartner Zsolt óta nincsen. Ez itt egy magyar nagydíj, tehát egy helyi esemény, még hogyha az utazó cirkusz is jelenik meg Magyarországon. Ugyanakkor a harmadik kritérium, hogy mennyire közvetítik Európában, azt lehet látni, hogy Olaszországban közvetítik, Franciaországban, ahol ilyen esemény van, ott a helyi futamot mindenhol közvetíti a valamelyik országos csatorna, felkerült a listára, hogy ne is maradhasson ki a közvetítésben az esemény. Ezzel tulajdonképpen át is tekintettük a sporteseményeknek az értékelését. Köszönöm szépen a figyelmet!